A világ biztos dolgai között emlegetik, még így járványveszély idején is az adózást. Az adókat fizetni kell. Így van ez itt is, most is. Esedékessé vált a személyi jövedelmadó bevallások áttekintése, és hát ketyeg az óra. Előbb-utóbb véglegesíteni kell a bevallásokat, és akinek kell, fizetni kell az esetleges hátralékot. Az ezzel kapcsolatos tudnivalókról kérdezem vendégünket itt a stúdióban, Marjai Gyulát, a Voz Budapesti és Pestmegyei Regionális Szervezetének elnökségi tagját. Üdvözlöm! Én is nagy tisztelettel üdvözlöm, és az Ugló TV minden kedves nézőjét. Természetesen ebben az időszakban az a legfontosabb, hogy elkerüljük a járvány bárminemű lehetőségét, és hát alapvetően erre hívom föl a figyelmet. De emellett, ahogy ön is mondta, az idő az ketyeg. Május 20-a el fog jönni, két hónapon belül, és ha most van valakinek ideje, és tényleg otthon van, és otthon tölti ezt az időszakot, amit hát sajnálatos módon így formába kell eltöltenünk, akkor tényleg az a kérésem, javaslatom, hogy nyissa meg a személy bevallását, természetesen amennyiben ügyfélkapuval rendelkezik mert ha nem rendelkezik ügyfélkapuval, akkor én most nem javasolnám azt jelen pillanatban, hogy menjen el és csináltasson ügyfélkaput, sajnos, mert személyesen lehet csak, a jelen jogszabályok szerint még mindig személyesen lehet ügyfélkaput csináltatni, de mondjuk lehet, hogy ez az időszak alkalmas lesz arra, hogy a jogszabályalkotók kitalálják, vagy akár a mostani javaslatunk alapján, hogy igenis valamilyen azonosítást feltételezve lehessen elektronikus úton is nyitni egy ügyfélkaput a magánszemélyeknek. Tehát ha van ügyfélkapuja, akkor nyissa meg az e át, tehát az e elektronikus személy jövedelemadó bevallását, amit a NAV részére elkészített, legyen az magánszemély, Östermelő vagy egyéni vállalkozó, de majd ezekről még külön beszélünk. Mik a teendők? Változott-e a tavalyi évhez képest a szabályozás? Ugye tavaly az volt a rend, hogy az elektronikus bevallásban szereplő javaslatot lehet ugyan módosítani, de nem kötelező, és ha valaki akár nem is nyúl hozzá, akkor is ez érvényes bevallásá válik a beadás határnapján, május 20-án tökéletesen így igaz, nem változott ez a része nem változott az eljárásnak. Tehát, ha valaki valamilyen oknál fogva meg sem nyitja, és magánszemély, tehát nem egyéni vállalkozó, nem őstermelő, nagyon fontos, mert nekik mindenféleképpen el kell fogadni a bevallásukat. Helyesebben mondva, ki kell egészíteni az egyéni vállalkozás bevételével, költségeivel, tehát magyarul a jövedelem elszámolással, ugyanúgy az őstermelőnek is. Tehát, ha ebbe a kategóriába nem tartozik be, hanem kvázi munkavállaló, vagy egyéb ö, forrásokból van jövedelme, tulajdonképpen ö, Neki teljes körűen a novel készítette, de én mindenféleképpen azt javaslom, hogy tekintse végig, vegye maga elé az igazolásokat. Tehát amiket kapott a munkáltatójától, megbízójától, esetlegesen a bankjától, tőzsdétől, tehát a befektetései vannak, tehát ahonnan valamilyen adózott jövedelme keletkezett, vegye és hasonlítsa össze az elkészített bevallással. Ha mindenben megegyezik, akkor vagy rányomja az entert, hogy elfogadta, vagy nem csinál semmit akkor is május 20-án elfogadottnak minősül. De azért fölhívom a figyelmet a család kedvezménnyel rendelkezők, azok tüzetesen nézzék át, ha meg kell osztani a férj és feleség között a gyermekkedvezményeket, arra most van lehetőség tehát ha az egyik fél nem tudta kihasználni a gyermekkedvezményeket, akkor ugye a férjével, feleségével ezeket megoszthatja, és a mostani adóbevallásba ezeket elszámolhatja, és természetesen akkor lesz egy visszatérítendő adója. Akinek visszatérítendő adója lenne vagy lesz, az pedig mindenféleképpen javaslom, hogy minél előbb tegye meg, mert az adóhivatal azért nem állt le, és ha minél előbb adjuk, helyesebben mondva, jóvá hagyjuk, a bevallásokat. Tehát nem várjuk meg a május 20-át, akkor annál előbb fogunk ö, pénzhez jutni, vagy, vagyis a NAV annál előbb fogja nekünk a visszajáró adó ö, ö, visszatéríteni, illetve megküldeni a bankszámlánkra. Tehát elben nem változott. Gyakorlatban annyi, hogy talán, ha most van időnk, akkor pontosabbak jobbak lesznek a bevallások, ö, mint a korábbi időszakban picit térjünk vissza arra is, akinek nincs ügyfélkapuja. Annak még most lehetősége van arra, hogy akár SMS-ben, akár pedig írásban megkérje a naftól, hogy részére eljuttassák a személyi adó tervezetet kinyomtatott formába, és úgy ellenőrizze le. Tehát akkor megkapja kinyomtatva, leellenőrzi, és akkor úgy küldi vissza a adóhatóság részére, tehát ez is megvan, tehát tulajdonképpen elkerülhetjük a személyes érintettséget, érintkezést, és nem feltétlenül szükséges az ügyfélszolgálati irodákat pont emiatt fölkeresni. Nem utolsó sorban a telefonos segítségnyújtás az a nav továbbra is működik. Lehet, hogy egy kicsit torlódnak a vonalak, de mindenféleképpen természetesen rendelkezésre áll a ügyfelek részére. Kicsit beszéljünk a tágabb gazdálkodói adózási, szabályozási környezetről, hiszen épp a járvány miatt, pontosabban szólva a járvány nyomán bekövetkező gazdasági visszaesés miatt a kormány számos intézkedést hozott. Lehet -e erről most már valami fajta rövid összefoglalást adni. Talán mint közgazdász mondanám, meg mint vállalkozó érdekképviseletet ellátó szervezetnek az egyik meghatározója, hogy az irány jó. Tehát a kormány tényleg vette azokat az információkat, amik beáramlottak a vosz a kamarától, az egyes vállalkozói szervezetektől, illetve az egyes vállalkozóktól és vállalatoktól, mert tényleg baj van. Tehát komoly fogyasztás visszaesés következett be, ez nagyon érdekes egyébként, mert sokan azt mondják, hogy ó, az élelmiszeripar az nagyon-nagyon pörög, mert a boltokba vásárolnak az emberek, ami nem teljesen így van. Mert ha az élelmiszeripart nem csak a, a nagy áruházláncok alkotják, hanem alkotják a kisboltok is, alkotják a piacok, ahol kevesebben járnak, alkotják a vendéglátóipari egységek, aminek nagy része bezárt, a szállodák nagy része bezárt, közétkeztetés nagy része bezárt. Tehát tulajdonképpen a másik oldalon egy igen komoly visszaesés van, tehát ezt nem feltétlenül biztos, sőt biztos, hogy nem kompenzálja az a fölvásárlási láz, amely a múlt hetekben elindult, és most már azért egy picit uh, alábbhagyott, legalábbis szemmel láthatólag nem vásárolnak annyi nagy, akkora ok, nagyságrendet a, az állampolgárok, mint ezt a vészhelyzet elején tették. Tehát tulajdonképpen igazából a probléma a fogyasztás visszaesés. Ennek következtében bizonyos termelési ágaknak a Csökkenése, leállása, a szószoros értelemben leállása, az autóipar és az autógyártók leállása, és ennek következtében a beszállítók szintén vagy termelés csökkenése, vagy leállása, és ugye itt ennek minden következményével, alapvetően a munkaerő hát elbocsátásával, vagy egész más típusú, atipikus foglalkoztatásával történő problémák azok, amik halmozódtak, és hát valamilyen szinten, elég magas szinten ezért eljutottak az érdekegyeztetések következtében a kormányzathoz is. De a részletek majd még ezt követően alakulnak ki. Néhány dolgot ugye tudunk, hogy bizonyos ágazatok ahol komolyabb probléma, turizmus, vendéglátóipar, taxisok, idegenforgalom és ehhez kapcsolódó ágazatok, ott egy jelentős járulék kedvezményt biztosítottak négy hónapra. Tehát tulajdonképpen a márciusit, amit most kellene majd befizetni, már nem kell befizetni ezeknek a ágazatoknak, illetve az ehhez kapcsolódó, most külön megjegyzem, a katásvállalkozóknak sem kell azt az 50 ezer forintot befizetni, de csak ezeknél a kiemelt ágazatoknál. Ez tételesen megtalálható nagyon sok sajtóorgánumban, de megtalálható a mi Vosz Budapest hullapunkon is, de természetesen a magyar közlönyben is, hogy kik azok pontosan, akiknek az árbevételük ebből származik, vagy az árbevétel többsége de minimum 30 ebből a tevékenységből származik. Turizmus, vendéglátás, szállás, ahogy ez előbb ezeket felsoroltam. Ezt a fizetendő adót elengedték, vagy csak halasztották erre a három hónapra? Elengedték, elengedték. Tehát tulajdonképpen nem kell megfizetni. Ennek ellenére ketyeg nekik a nyugdíj idejük, valamint az egészségbiztosítás sem szűnik meg. A Illetve azoknál a vállalkozóknál, akik szintén ugyanebben az ágazatban tevékenykednek, nekik is megvan az úgynevezett tevékenységet besoroló jegyzékük, hogy ki tartozik ide, pontosan ezt meg kell nézni. Nekik az alkalmazottak esetében is a szociális hozzájárulást elengedték, valamint a munkavállalóknál nem kell megfizetni a nyugdíjjárulékot egészségbiztosítási járuléknak egy részét, csak azt a 4 os részt, ami tulajdonképpen az egészségbiztosítása vonatkozik, de ott is csak 7.710 forintig. Tehát a nettó jövedelmük is alapvetően növekszik ezzel az intézkedéssel a következő hónapokban azoknak a dolgozóknak, akik megmaradtak abban a foglalkoztatási pozícióban, ahol eddig voltak. Ami ehhez kapcsolódik még, és elfogadott intézkedés ugye a vészhelyzet idejére, hogy a munkáltatóknak joguk van úgynevezett az előbb is említett atipikus foglalkoztatást alkalmazni, tehát eltérni a munkatörvény könyvétől, tehát akár egyik napra a másik napra, Részfoglalkozásba átirányítani a dolgozót, mint ahogy azt látjuk sok helyen otthoni munkavégzésre irányítani a dolgozót, de arra is lehetőség van, hogy csak állásidőre pénzt adjanak neki. Tehát sokfajta lehetőség van annak mentén, hogy ne szűnjön meg a dolgozó munkahelye, megmaradjon a biztosítása, és bizonyos jövedelemhez jusson, hogy. Természetesen létfenntartását, családjátnak a, a létér biztosítani tudja a következő időszakban is. Na most ezek voltak, amik már elfogadottak és élnek a következő néhány hónapra. És hát most jönne az igazából az úgynevezett gazdaság újraindító csomag, amit már ugye az elmúlt napokban bejelentett a miniszterelnök, valamint Polkovics miniszter úr. És hát ehhez kapcsolódóan a következő napokban jönnek a részletszabályok, amikben hát reméljük, hogy nem az ördög, hanem valóban a jó szándék van elvetve, és nagyon-nagyon bízom benne, hogy minden hangsúlyozottan minden vállalkozó, akit érint a vírus helyzet, helyesebben mondva a vészhelyzetre való tekintettel hátrányok értek, ebből valamennyit meríteni tud. Nem fog hirtelen visszaállni az élet, itt 2021-2022-re kell gondolnunk. És az egyik legfontosabb szerintem azon túl, hogy jól átvészeljük ezt a helyzetet, és megtegyünk mindent annak érdekében, hogy de minél kevesebben kapják el a koronavírust, hogy azt követően az emberek bizalmát helyreállítsuk. Tehát, hogy bízzunk egymásban, hogy le tudunk ülni, tárgyalni, venni tudunk egymástól, és valóban ki tudunk menni az utcára nyugodtan. Reméljük, hogy minél hamarabb bekövetkezik ez az állapot. Erről az intézkedés csomagról és a következményeiről természetesen, amint több információ áll, rendelkezésre még újra beszélni fogunk. Köszönöm szépen. Én is köszönöm szépen a lehetőséget, és állok elé meg be a beszélgetésnek.